Hová igazoljon az ember, ha az Újpest a kedvenc csapata? Hát a Fradiba. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fognak ezzel majd megcsípkedni itt ebben a környezetben, meg hát esetleg főleg otthon Újpesten majd, amit kapok a fejemre, de hát ez természetesen maradjon csak a mellékzöngé, ami nyilván minden komoly ember tudja, hogy ez itt most nem számít. Ami viszont nagyon is számít, hogy az edzővel együtt az olimpiai bajnok Liu és az amerikai magyar Krüger testvérpár, valamint még további 60 fiatal gyorskorcsolyázó is átigazolta az MTK-tól a Fradiba. Felmerült így nálunk, hogy lejárt a szerződésünk az MTK-nál, és hogy új klubot kell keresni, akkor nyilván nem csak magunkra, kettőnkre gondoltunk Shaolinnal, hanem nyilván az egész utánpótlást próbáltuk magunkkal hozni, hogy tényleg ők is ugyanazt a támogatást meg tudják kapni, és ugyanazt a bizalmat, amit a Fradi nyújt. Ők is szeretnék kivenni azt, hogy a legnépszerűbb magyar klub sportolói, és a klub is szeretné kivenni, hogy az egyik legnépszerűbb magyar sportolók. Ez a két brand, ha lehet így csúnya szóval fogalmazni, találkozik, az erősíti egymást, és nem gyengíti. Motivációs problémáim voltak, és tényleg új dolgokat szeretünk volna kipróbálni, szerintem ez volt a legfőbb jelentősége, hogy még több rendezvényre tudjunk eljönni, és hogy még több felületen és még több kamerás interjúban tudjunk benne lenni. A márciusi bulgáriai VB-n a kéztörés szenvedett Shao Wang még nem versenyezhet, Shaolin viszont már fradistaként állhat rajthoz. Kint leszek a VB-n, és lelkileg próbálom majd támogatni a csapatot. Hát nem tudom, hogy milyen eredmények fognak születni, remélem, hogy a legjobbakat, vagy hát a legszebb érmeket hozzuk majd haza. Kellett a változás, hiszen nagyon sok minden gyűlt össze az olimpia után, és tényleg egy új szezon volt ez számunkra, és elég nehéz volt kezelni olimpiai bajnokként odaállni a futamokra, és egy újabb megmérkőztetés elé állni, de nagyon jól kezeltük, és újulásra volt szükségünk, és ez reméljük, hogy a VB eredményekhez hozzá fog tenni.